Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. A szokottól eltérő módon most nem több témával, hanem egy hosszabb beszélgetéssel várjuk Önöket. Hétfőn három megyei beruházáson vett részt Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter. A tárcavezető csak a Kölcsei Televíziónak adott hosszabb interjút. Ezt a hétfői beszélgetést láthatják most, de előtte nézzünk meg egy összefoglalót arról, hogy mi történt hétfőn Nyírbátorban, Nyírmegyesen és Kisvárdán. Az egyik oldalon a rózsaszín, a másikon a kék borítás kerül a flakonokra. Világ a csomagolás technika a nyírbátori Unilever gyárban. A beruházást hétfőn délelőtt adták át. Alberto Di Leo, az Unilever Magyarország ügyvezetője azt mondta, az elmúlt 30 évben 200 millió eurót fektette be az országban, a mostani beruházás pedig 50 millió euró befektetést jelent. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta az átadón, hogy 2010 óta hatalmas a fejlődés a régióban és Nyírbátorban. A munkanélküliség 2010 táján jóval 20 felett volt, nem volt ritka a 30 sem. Járhatatlan utak, lerobbant középületek, nehézségekkel küszködő vállalkozások sokadsága jellemezte a térség gazdaságát. A közös, megfeszített munkánk évtizedek óta nem látott fejlődést hozott. Felsorolni is nehéz lenne a hazai és uniós forrásból a nyírségben megvalósított fejlesztéseket, ezért a teljesség igénye nélkül csak néhányat említenék. Elérte a térségünket az M3-as autópálya, megújult 100 km közút, többek közt az M3-as autópályát Nyírbátorral összekötő út, valamint a 471-es főút Debrecen-Nyírbátor közti szakasza, amelyek mellett kerékpárutat is építettünk. Bölcsődék, óvodák, iskolák, egészségházak, középületek, templomok sokasága újult meg, szennyvíz és ivóvíz minőségjavító programot valósítottunk meg. A választókerületben a legtöbb támogatást Nyírbátor város kapta, 47 programban több mint 33 milliárd forint értékben. Máti Antal Nyírbátor polgármestere a helyszín történelmi gyökereire hívta fel a jelenlévők figyelmét. Különleges helyszínen vagyunk, hiszen 170 éve ezen a területen egy nagyon komoly, a Vármegyében elsőként elinduló gazdasági gyári tevékenység folyt. 170 éven keresztül itt termeltek nagyon sok mindent, ami a térség számára fontos volt, nem csak téglát, olajat, szappant, mosószert, hanem nagyon sok különleges dolgot is. Fontos volt ez a gyár az elmúlt két évszázadban az itt élő embereknek, nem véletlenül az alapító Mandel Eduard, egyébként a város első díszpolgára, és az ő fia a második díszpolgár ebben a városban város számára, a térség számára az elmúlt 200 évben ez a vállalat és ennek az utódai sok száz embernek, sok száz családnak adtak megélhetést és munkát. Ezért fontos a város számára, hogy a rendszerváltáskor egy olyan cég kezébe kerüljön ez a meglévő termelőkapacitás, ami nem csak működteti, hanem tovább folytatja azokat a hagyományokat és folyamatosan fejleszti. Én azt gondolom, hogy az Unilever kapcsán egy ilyen partnerre talált a város, és egy ilyen partnerre találtak az itt működő cégek és az itt, itt dolgozó emberek. És mindig az a kérdés, hogy mi vezeti sikerre ezt az együttműködést. Hát két szóval le lehetne írni, valóban az együttműködés és a nyitottság. Együttműködés az itt dolgozó emberekkel, hiszen azt sokan nem tudják, hogy itt azért több generációs családok dolgoztak együtt az elmúlt évszázadokban. Együttműködés a kormányjal, hiszen itt ezen a területen írtuk alá Szabó úr jelenlétében a stratégiai együttműködést, ami, ami nagyon fontos volt a cég és az ország és a térség számára is. De együttműködik a vállalat a térség hatóságaival is, ami egy folyamatos, stabil és biztonságos működést jelent a vállalat számára, és természetesen együttműködünk a város vezetés és a cég képviselete annak érdekében, hogy a fejlődés folyamatos legyen. Az új gyárat aztán közösen adták át a miniszterrel. A beruházással a Brit-Holland anyavállalat egyik legkorszerűbb európai háztartás vegyipari gyártó és raktárkapacitása jön létre Magyarországon. Itt elsősorban folyékony mosó és tisztítószereket, fertőtlenítőket és öblítőket állítanak elő. Szijjártó Péter hétfői körútja nyírmegyesen folytatódott, ahol a Pármen konzervipari ZRT gyár avatójára várták. A nyírmegyesi beruházásnak keretében a vállalat bővítette a gyártócsarnokát, új raktárat épített, illetve technológiafejlesztés is történt. A projekt értéke 560 millió forint, ehhez a kormány 280 millió forint támogatást nyújtott, amiért cserébe 250 munkahely megmaradása vált garantáltá. Nekünk itt szabolcs már beregmegyében, azt gondolom, hogy a lehető legnagyobb elköteleződésünk a felé kell, hogy legyen, hogy az itt megtermelt jó minőségű magyar nyersanyagból ne nyers formájában jusson el külföldre vagy a piacra, hanem minél magasabb szinten dolgozzuk fel. Ennek vagyunk itt tanúi a borsó és a bab vonal bevezetésével. Azt gondolom, hogy ez mellett támogatnunk kell, és össze kell fognunk, és nem tudom, hogy miniszter úrnak nyilvános -e ez a státusza, hogy a gazdaság újraindításának, újraindításáért felelős operatív törzsnek a vezetője, és ez a törzs felel annak az összehangolásáért, hogy a vidékfejlesztési programok, és itt utalok más mezőgazdasági típusú beruházásokra, akár az élőállat feldolgozására, akár ennek esportra jutására, vagy akár a mezőgazdasági termelők takarmánykeverésére és egyéb beruházására, valamint a már említett GINOP, hogy mi fordítjuk le, projekt nyelvre, azoknak a pályátoknak a maximális kihasználására. Nekem az a feladatom, hogy ígérek, mert szegény politikus azok aki ígérni sem tud, de azt gondolom, hogy az eddig ígéreteim nagyjából voltak tartva a polgármester asszonynak a szempárát keresem, bólogat is, akkor rendben van a helyi társadalom is, azokat az ígéreteket betartjuk, és arra tudok ígéretet tenni, hogy az itt felmerült problémára megpróbálok érzékenyen reagálni és problémamegoldást eszközölni, ahogy ifjú szélúrral is legutóbb erről a bizonyos ginópos pályáról beszéltünk, hogy utána járunk, hogy hogyan lehet ezt kikerekíteni. A Pármen konzervipari ZRT kapacitásbővítése nyomán új termékekkel egészül ki a portfólió, és két év alatt mindegy 30%-os termelésnövekedésre növekedésre lesz lehetőség. Így 250 munkahely válik betonbiztossá hosszú távon. A vállalat bevételeinek 48%-a a külpiacokról származik. A harmadik helyszín Kisvárda, ahol a Várda Kft. üzemavatója volt. A 2019 elején megkezdett 5,3 milliárd forintos beruházáshoz az állam 1,6 milliárd forintos támogatást nyújtott. A cég pedig ezáltal a meglévő 21 munkahely mellett további 50 újat hozott létre. A Várdamit Kft. 2020 évi árbevétele 2,5 milliárd forint volt, amelyet 45 fő állandó létszámmal értünk el. Ez az árbevétel a 2019 évi árbevételhez képest ötszörös nagyságrendű növekedést jelent. Emellett a létszámot is megháromszoroztuk a 2021-es esztendő gazdaság szem, gazdasági szempontból jól alakul számunkra, jelenlegi helyzetértékelésünk alapján elmondhatjuk, hogy az árbevétel már most elérte az előző éves szintet, emellett pedig a munkavállalók számát is tovább tudtuk növelni. Vállalkozásunk így jelenleg 73 főt Vállalkozásunknál jelenleg 73 fő dolgozik. Pontosan tudja az itt élő ember, hogy ez a beruházás mit jelent a térségnek. Most valójában egy szalagot vágunk át és egy beruházást adunk át, de ugyanakkor a sajton keresztül azt üzenjük a befektetők, befektetni szándékozóknak, hogy jöjjenek ide. Ez egyben egy meghívó. Meghívó arra, hogy jöjjenek az ország északkeleti részében, a három országrésznek a csücskében, hiszen itt is tudunk világszínvonalú és a nemzetgazdaság számára és az itt élők számára előnyös, jó és megfelelő gazdasági szituációt teremteni. Ez a beruházás pont arra jó, hogy a világba kiáltsuk, hogy jöjjenek ide a befektetők, hiszen egy világszínvonalú vállalatcsoport mellé egy teljesen önálló vállalkozás, az ebből elődő piaci részt kihasználva létrehozott egy szintén világszínvonalú gazdasági vállalatot. Ügyvezető úr, szívből gratulálok ehhez. Azt gondolom, hogy ez büszke lehet rá, emelt fővel járhat, mert mi büszkék vagyunk erre. És a tulajdonosokra is, hiszen megmutatták, hogy igen, itt is lehet. Sokszor, akik mi itt élünk, amikor kérdezik tőlünk, hogy, hogy Honnan vagytok? Honnan jöttetek? Hol éltek? És mondjuk mi büszkén ugye itt lehőknek nekünk, hogy mi Kisvárdára jöttünk, szabolcs szatmák bereg megyéből, akkor sokkal csak legyinterek. Hmm, hát hol van ez a Szabolcs? Azt üzenjük mindenkinek itten. Harson, hangosan és hangsúlyosan. Jöjjenek most ide. Nézzék meg, mi van itt. Nézzenek itt széjjel, hogy lehet... Nem csinálni az ország ennek a felébe is. A beruházás megvalósulásával a vállalat évente 3500 tonna prémium minőségű húslisztet, 2500 tonna takarmányzsírt és 2300 tonna toll fog előállítani ezt állateledel, haltáp, illetve kozmetikai termékek előállítása során használják fel. A termelés mintegy 55%-a exporta irányul, ami a miniszter szerint fontos, ugyanis Magyarország a 11. legnyitottabb gazdaság a világon. Miniszter úr, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Nagyon mozgalmas volt a mai napja a szabolcs megyében három helyen gazdasági bejelentéseket tett. Nyírmegyesen, Nyírbátorban és itt Kisvárdán. Mit tapasztal, milyen benyomással megy el a megyéből? Néze, sokat dolgozunk a megye parlamenti képviselőivel, Sesták Miklóssal, Kovács Sándorral, vagy éppen Miklós barátommal, nyírbátorban Nyírbátorból, Simon Miklóssal, azon, hogy, hogy minél több beruházást tudjunk hozni ebbe a térségbe. Tekintettel arra, hogy az országnak ez a része még mindig kifejezetten vonzó a beruházás ösztönzés szempontjából. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években sorozatosan megdöntöttük a Magyarországra irányuló beruházások rekordját, most is mintegy 1700 milliárd forintnyi beruházás zajlik Magyarországon a kormány beruházás ösztönzéssel foglalkozó politikájának köszönhetően, és, és ezen beruházási rekordokból az fakadt, hogy a foglalkoztatottság egyre nőtt az országban, ma már 4,7 millióan dolgoznak, ami a legmagasabb szám a rendszerváltoztatás óta, viszont itt ebben a térségben még mindig találni munkaerő, tartalékot, és ma ez a vállalatok számára rendkívül fontos, tehát a, a beruházás, kormányzati támogatása, az infrastruktúra, vagy éppen az alacsony adók mellett, vagy talán most már előtt is legfontosabb szempont az, hogy van-e elég rendelkezésre álló munkaerő, van-e olyan munkaerő tartalék, amelyből fakadóan az adott vállalat a további növekedését is meg tudja oldani, és ebből a szempontból ez a térség még mindig komoly vonzerővel bír. A minisztérium mellett dolgozó HIPA folyamatosan közvetíti a külföldi befektetőket hát ugye, különböző térségekben. Szabolcszatmárbedek megye, miben erős és miben gyenge, miben kell, hogy változzon még azért, hogy még több akár külföldi befektető is érkezzen a térségben? Nézd, amikor a beruházások földrajzi elosztásáról van szó, akkor nyilvánvaló, hogy, hogy ugye vannak olyan szempontok, feltételek, amelyek az egész országban egyformák. Ugye, ilyen például az, hogy Európa legalacsonyabb adóit kell fizetni Magyarországon, tehát 9% a társasági adó itt is, meg Györmoson sopron megyében is. Ugyanakkor vannak, vannak mondjuk megye vagy térség specifikus jellemzők, ilyen a rendelkezésre álló munkerő, ilyen az oktatási rendszer. Mennyien vesznek részt a szakképzésben, mennyien tanulnak műszaki tudományokat, mennyien vannak, akik az adott esztendőben, mint egy új belép a rendelkezésére tudnak állni a munkaerőpiacnak. Emellett fontos az infrastruktúra a kérdése, milyen gyorsan lehet elérni egy-egy főközlekedési útvonalat, vagy akár magát Budapestet. Ugye a nyírbátoriak mindig mondják, hogy gyakorlatilag az Unilever is azért fejlesztődött, mert logisztikailag teljesen egyszerű, teljesen jó a helyzete annak a térségnek. Gyorsan el lehet jutni Budapestre majdnem végig autópályán. A vasúti összeköttetések, szintén fontosak. És hát fontos, hogy a helyi közeg az befogadó legyen, proaktív legyen, értse, hogy mire van szüksége a beruházóknak. Itt Kisvárdán azt hiszem, hogy van néhány kiváló példa, akár a Mastergood, akár a Várdamit, mind-mind olyan vállalatok, amelyek nem csak úgy itt helyben üzemelnek, helyben termelnek, hanem világszínvonalat képesek nyújtani, már világgazdasági mércével nézve is szabad szemmel látható mennyiséget vagy méretet képviselnek, és, nemzetközi szinten is versenyképesek. Tehát ha megnézzük azt, hogy hol állt már bereg, ugye mondjuk 10 éve, és hol áll most, akkor ahogy mondani szokták, zongorázni lehet a különbséget. Van esetleg, tudom, hogy az üzletben a diszkréció a legfontosabb, de van esetleg érdeklődés a megye iránt? Ó, számos, számos pontján van érdeklődés a, 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 megye iránt. Ugye, ami a, ami, a, legfontosabb, hogy most már egyre másra jönnek létre azok a, az ipari parkok, amely, amely, ipari parkok olyan infrastruktúrális közüzemi feltételeket kínálnak, ahol egy-egy beruházás már úgymond könnyen meg tud érkezni. Tehát a megérkezés, a beruházás elhatározása és a, a, a valós termelési vagy szolgáltatási tevékenység között eltelő időszak egyre rövidül, ez ugye alapvetően abból fakad, hogy adottak azok a körülmények, amelyek egy-egy gyár vagy üzem működéséhez szükségesek. Most is több új ipari parknak a, a kialakítása van folyamatban. Nyíregyházán például csütörtökön fogjuk tárgyalni operatív törzsülésen azt a javaslatot, amely, amely újabb földterületek megvásárlását teszi majd lehetővé a nyíregyházi önkormányzat számára, hogy növelje az ipari parkjának a méretét. Simó Miklós kollégám kért éppen abban segítséget, hogy, hogy a Nyírbogáti ipari parkba hozzunk beruházót. Nagyon fontos, mert az alapinfrastruktúra az alapvető kérdés. Ha nincs olyan terület, ahol gyárat lehet építeni, ha nincs olyan terület, ahol be van vezetve már a víz, a villamosenergia hálózathoz nincs kapcsolódás, a gázhálózathoz nincs kapcsolódás, akkor ott nagyon nehéz beruházás ösztönözni. Viszont mondom, ebből a szempontból, mind az emberi erőforrás tekintetében, mind az infrastruktúra tekintetében szabolcs már Bereg megye hatalmasat lépett előre. És azt hiszem, hogy ennek is köszönhető az, hogyha megnézzük az elmúlt másfél esztendő eredményeit, akkor azt látjuk, hogy Budapest után szabolcs szatmár bereg megyébe tudtuk hozni a legtöbb beruházást. 11 olyan nagy beruházásról született döntés, amelyhez a kormány pénzügyi támogatást adott, és aztán azok végül is megvalósulásba mentek át. Gazdaság után szomszédságpolitika, Kárpátalja ennek a megyének nagyon fontos családjukok miatt is, történelmi hagyományok miatt is, éppen ezért fontos a magyar-ukrán viszony is. Hogyan állunk most ezzel? Hát ez a, ez a kevésbé dicsőséges történetek egyike. Ugye mi alapvetően most már szerencsére elmondhatjuk, hogy minden szomszédunkkal jobban vagyunk. Vagy legalábbis jobb viszonyban vagyunk, mint mondjuk voltunk tíz esztendővel ezelőtt. Valakivel a, a javulás sebesség az alatta marad a, a, a mi ízlésünknek, de hát kettőn áll a, a vásár, nem csak rajtunk múlik. Azt tudom mondani önnek, hogy a történelmi rossz viszonyok is kezdenek úgy alakulni, hogy azokból barátság, de legalábbis korrekt együttműködés jön létre. Ugye a szerbiai alapvetően egy külön dimenziót képvisel, hiszen kiváló kapcsolataink vannak, de Szlovákiával és Romániával is nagyon sokat mentünk előre. A Ukrajna az egyetlen fájópont ebből a, a szempontból, dacára minden gesztusunknak, törekvésünknek, kinyújtott baráti jobbunknak, segítségünknek a bajban egyszerűen nem, nem sikerül előrelépést elérni, mert minden egyes jó hangulatú találkozó után csak születik egy olyan jogszabály, amely még tovább rontja a magyar nemzeti közösség helyzetét a, jog, a kisebbségi való élés szempontjából. Tehát igaz ez az oktatás, a közigazgatás, a média, a kultúra területére. Még egyszer mondom a cára annak, hogy mi tényleg mindenben segítjük az ukránokat, tehát amikor bajban vannak, lélegeztető gépeket vittünk, a vízellátáshoz szükséges eszközöket biztosítottunk, a kelet-ukrajnai harcokban részt vett katonák gyermekeit ezer számra üdültetjük itt Magyarországon, katonákat látunk el, a Budapesten a Honvéd Kórházban, és, és ennek ellenére hiába ez a sok baráti gesztus, valahogy mindig a magyar nemzeti közösség jogai csorbulnak, amikor van egy-egy egy, -egy, egy, -egy aktus Ukrajnában. Sajnos ez a helyzet nem adjuk föl természetesen, mert a, mert a dialógusnak, a párbeszédnek meg kell lenni, hiszen ha az nincs, akkor gyakorlatilag a reményt is fel lehet adni. Fentartjuk a párbeszédet, és reméljük, hogy egyszer eljön majd valami jobb időszak ha nem is állami szintén, de a élő magyarok számíthatnak a magyar kormány segítségére. Ugye volt korábban óvodaépítés, bölcsődeépítés, akár gazdasági programok indítása. Természetesen a gazdaságfejlesztési programunk az tovább üzemel, ugye eddig 16 milliárd forint fölött adtunk egy kicsivel oda támogatást, aminek köszönhetően mintegy 25 milliárd forintnyi beruházás jött létre a kárpátaljai területeken. Ezt a programot folytatjuk, itt alapvetően turisztikai, mezőgazdasági célú fejlesztésekhez adunk támogatást, a kis és közepes vállalkozásait a kárpátaljaiaknak célozzuk meg ezekkel a beruházásokkal. Ugye mi azt a nemzetpolitikát folytatjuk, hogy nem Budapestről mondjuk meg a nemzeti közösségeinknek, hogy mi a jó nekik, hanem ők megmondják, hogy mi van szükség, mire van szükségük ahhoz Budapestről, hogy ők javíthassanak a helyzetükön, és a gazdaságfejlesztési programok azok kifejezetten a határon túlélő magyar nemzeti közösségek kezdeményezéseire indultak meg, és ezek a gazdaságfejlesztési programok biztosítják azt, hogy a magyarok lakta területeken folyamatosan történnek azok a beruházások, amelyek növelik a foglalkoztatást és javítják az egész térség gazdasági helyzetét. És egy kicsit másról, nagyobb kitekintés, általánosabb külügyekről, Afganisztánról. Ugye egyes becslések szerint akár 5 millió menekült is elindulhat Afganisztánból a tálib hatalom átvétel után. Mire számítsunk? Mire számítsanak mondjuk a román vagy a ukrán határ közelében élők? Itt is megjelenhetnek akár tömegesen olyanok, akik illegálisan akarnak átjönni a határon? Hát nézze, egy dolog biztos, hogy az elmúlt 20 esztendő erőfeszítései mind kudarcba fulladtak. Tehát az a cél, hogy, hogy Afganisztánban egy nyugati mércével mérve demokratikus berendezkedés jöjjön létre, ez, ez nem sikerült. Ez a minimum, amit ugye mondhatunk, gyakorlatilag nulla, amit sikerült elérni. Ugye dollármilliárdok, emberéletek ezrei kerültek feláldozásra, és, és mégse jutottunk A-ból B-be. Tehát ez egy nagy kudarc. Viszont. A legalább ekkora probléma, hogy amióta világosá vált a nemzetközi beavatkozás teljes sikertelensége, azóta hibát hibára halmoz a nemzetközi közösség, azon belül ez a nyugati szövetségesi világ, azon belül az Európai Unió ebben a kérdésben. Mert ahelyett, hogy, helyet, hogy világosá tennénk, hogy mindazokon az afgánokon kívül, akik ott helyben segítettek nekünk, és ezért most veszélybe került az életük, rajtuk kívül nem vagyunk hajlandók befogadni onnan bevándorlókat, ehelyett, ehelyett az Európai Unió gyakorlatilag egy ilyen egy ilyen Bianco meghívást állított ki a, az afgánoknak, mond minden afgán, aki most rosszul érzi magát Afganisztában, az jöhet gyakorlatilag ez a felkiáltással. Ami elképesztő felelőtlenség, mert, mert pontosan így történt 2010-ben is, amikor a, a szíreket mindenfajta korlátozás nélkül gyakorlatilag meghívták Nyugat-Európába, amikor azt mondták, hogy bárki, aki szír, jöhet és beadhatja a menekült kérelmét Németországban, emlékszünk ez, mi, mit eredményezett, 400 illegális bevándorló trapport gyakorlatilag keresztül Magyarországon. Na most ezt nyilvánvalóan nem engedhetjük meg most, tehát a, a határainkat rendkívül szigorúan védjük az elkövetkezendő időszakban is. Illegális bevándorló nem jöhet Magyarországra, tehát mindenki, nem csak aki a határok mentén él, hanem bárhol Magyarországon, biztos lehet abban, hogy Magyarország kormánya meg fogja védeni őt is, a családját is. Még az is elképzelhető, hogy akár bár ez nem küldi kérdés, de hogy ezen a határszakaszon is, ha kell, akkor ha, kerítés épül? Hát nézze, mi az ország megvédése érdekében minden létező eszköz bevetünk. Tehát, hogyha az a helyes, hogy kerítést építsünk, akkor kerítést építünk. Ez így történt az elmúlt, ugye hat évvel ezelőtt is, amikor az egész világ ellenünk volt, amikor mindenki mindenfajta kígyót békát kiabált ránk, hát olyanokat mondtak ránk, hogy még visszaidézni is elképesztő. Ehhez képes ma a kerítésépítés az egy bevett dolog, Európa külső határain szinte már elvárás is. Nem véletlen, hogy a, a, a velünk kicsit is rokon szenvezők, azért most már úgy elkezdik emlegetni, hogy hát azért <coughs> 2000 15 ben Magyarország bírálata az lehet, hogy nagyon-nagyon hibás volt. Hát nem lehet, hanem biztosan így volt. Azt tudom mondani, hogy ha kerítés építésre van szükség, akkor nyilván kerítés fogunk építeni. Számít arra, hogy Brüsszelből megint valamiféle ellenvélemény vagy támadás érkezik a magyar állásponttal kapcsolatosan. Látható, hogy az állam, államfők, a vezetők, ők egészen más mondnak, akár Franciaországban, akár Németországban, mint mondjuk az Európai Parlamentben ülő képviselők. Hát nézze, az Európai Uniós külügyminisztereknek volt egy kétnapos, másfél napos tanácskozás az elmúlt hét csütörtökén és péntekén, és én tényleg le voltam döbbenve azon, hogy nyugat-európai, észak-európai külügyminiszterek továbbra is nyomják ezt a fogadjuk be a bajban lévő afgánokat című történetet, ami gyakorlatilag nem fog más jelenteni, mint afgánok millióinak megindulását Európa irányába. Tehát egy 39 milliós ország, már a táli hatalom előtt is az ország fele humanitárius segélyen élt, van az országon belül 4 millió belső menekült. Na most egy ilyen országgal szemben, vagy ilyen nemzettel szemben azt az álláspontot képviselni, hogy gyertek, az szerintem nagyon komoly, nagyon komoly kockázatot jelent. Tehát igen, ez a vita most is itt van. A 2015-ös hibát ismétli meg gyakorlatilag a nyugat és észak-európai világ, sajnos. És, és ennek következménye egy újabb masszív illegális bevándorlási hullám lehet sajnos. A, a helyzet az az, hogy, hogy, hogy mivel Afganisztánból Európa irányába, ha megnyúlnak az emberek, sem Irakban, sem Iránban nem fogják őket feltartóztatni, Törökországban megérkeznek, onnan egy lépés a Nyugat-Balkán, és akkor már is ott vannak Magyarország déli határán. Mi egy dolgot tudunk garantálni. Magyarország, és ezzel együtt az Európai Unió és a Schengeni Övezet külső határát ugyanúgy megvédjük, mint megvédtük eddig. Más téma, de külügyi téma, földgázszállítás. A Gazprommal sikerült aláírni egy megállapodást. Mire számított az átlagfogyasztó októbertől nő vagy csökken a gázár egyáltalán, miért volt fontos ezt a megállapodást most megkötni? 1995-ben került aláírásra Magyarország és Oroszország között egy hosszú távú, akkor 20 évesnek szánt Gázvásárlási megállapodás az végül is 26 évig kitartott, a korábban meg nem vásárolt gáz későbbi megvásárlása miatt. Itt a cél egyértelmű volt, hogy Magyarország gázellátását biztosítsuk, ez hosszú távú megállapodással lehet, tehát hogy ne évről évre vagy hónapról hónapra kelljen nézni a a gázvásárlási lehetőségeket. Egy 10-25 éves szerződést kötöttünk, 4,5 milliárd köbméteres éves kapacitásra, ami már lehetővé teszi a nyugodt, higgadt, kiegyensúlyozott normális tervezést. Az elkövetkezendő évek energiállátására vonatkozóan, is egy olyan árban sikerült megállapodnunk, amelynek formulája sokkal kedvezőbb, mint a most lejáró gázvásárlási szerződésben meghatározott formula, ez egy olyan árat eredmény, az amely lehetővé teszi a, a, rezsicsökkentés vívmányainak a megvédését. Magyarul fent tudjuk tartani azt a helyzetet, hogy Európában a legalacsonyabb gázárat is itt Magyarországon kelljen fizetni a fogyasztóknak. Nyilván ez nem csak a lakosságnak, hanem a cégeknek is nagyon fontos. Említette a miniszter úr, hogy csütörtökön lesz újabb ülés a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzsnek. várhatóak -e még, ha el lehet most árulni olyan döntések, amelyek mindenkit érintenek és a gazdaság újraindítását célozzák. Természetesen. De tovább bővítjük az Exim Bank hitelezési programját, kifejezetten beruházási, támogatási céllal, és hozunk jó néhány olyan infrastruktúrális fejlesztésre vonatkozó döntést, amelynek, amelynek nyomán további beruházások válnak lehetővé, további munkahelyek jönnek majd létre. egyházam mindenképpen érintett lesz az ipari park területének növelésével, érintett lesz Kisvárda is a vízfelhasználás lehetővé tétele tekintetében. Fontos tehát, hogy a korábban a bürokrácia útvesztőiben kicsit lelassult infrastruktúrális kérdéseket kiemeljük és gyorsító pályára tegyük, mert, mint ahogy beszéltük itt az elején is, az infrastruktúrális fejlesztések, az infrastruktúrális adottságok, azok nélkülözhetetlenek a beruházások vonzásánál és a beszélgetésünk vége felé engedjem egy kicsit a sportról is beszélgessünk, hiszen tudom, hogy is nagyon szereti például a futbalt, és azt kell mondjam, hogy most, hogyha a minőségi futbalt szeretne valaki nézni, akkor ebbe a megyébe kell jönnie, hiszen a Kisvárda az első, az első osztályban, míg a az első, a másodosztályban. Mit gondol az itteni futballról, mit gondol a kisvárdai futballról, amely ugye nem csak az első csapatot jelenti, hanem egy nagyon érdekes akadémia működik itt, amelyben nem csak magyar, hanem kárpátaljai vagy ukrán, és szlovák fiatalok is futballoznak, mint a lehet-e a szabolcs szatmár megyei futball az egész ország számára. Szerintem jár a nagyra becsülés, és a gratuláció mind a kisvárdaiaknak, mind a nyíregyháziaknak ezért a teljesítményért. Szerintem ritkán fordul elő olyan, hogy hogy azonos megyéből kerül ki az első és a másodosztály listavezetője, és nem is nem tudom, hogy Budapesten kívül sikerült -e ez már bárkinek, hogy egyszerre legyenek én lovasaik a két első osztályban. Nagy dolog ez, hiszen az, már látszanak, én azt gondolom egyértelműen azoknak a fejlesztéseknek az eredményei, amelyek, amelyek nyomán ma már a, a labdarúgó infrastruktúra és labdarúgó utánpótlás lehetőségei európai szinten is azt hiszem, hogy versenyképesek. Bár ugye most ez két válogatott vereség után meg lehetne kérdőjelezni, hogy igaz-e ez a mondat, de ez ugye nem ilyen rövid távú kérdés. Maga az a tény, hogy a, a magyar bajnokság mérkőzései egyre magasabb színvonalúak, az a tény, hogy az elmúlt most már négy esztendőben mindig volt magyar csapat valamelyik európai kupa csoportkörében. Maga az a tény, hogy az Európa bajnokságon nálunknál jóval magasabban jegyzett országokkal voltunk versenyképesek, és kis tovább jutottunk a csoportból. A tény az, hogy megnyertük a Nemzetek Ligája csoportunkat. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy azért kezd beérni az a, a, sok fejlesztés, amelyet itt Magyarországon ebben a tekintetben végrehajtottunk, és ez látszik Kisvárdán is. Szerintem, hogyha ott mondjuk tíz éve valaki azt mondta volna, hogy a Kisvárda öt forduló után vezetni fogja az mb et akkor valószínűleg megkérdőjelezték volna a beszámíthatóságát és a jövőbe látó képességét az adott személynek, és azzal együtt, hogy, hogy hogy az utánpótlás bázis is épül. Itt szerintem a Kisvárdáról még sokat fogunk hallani a magyar labdarúgó élvonal tekintetében, és persze lehet ilyenkor mindig a bírálatokat, meg a szirén hangokat is hallani. Én azt gondolom, ez nem érdemes, a befektetett munkában kell hinni, már pedig munka van Kisvárdán és Nyíregyházán is benne a fociban. Ez jól látszik, mert, mert azért ma már a magyar bajnokságban sem, Magyarországon sem adják ingyen az eredményeket a labdarúgás tekintetében. Szóval hát, szurkoljunk azért, hogy ez az első hely minél tovább, minél tovább kitartson, és, és valami szép eredményt érjen el az önök csapat az esztendő végén. Ha már szóba került tényleg zárásképpen, akkor a válogatottól néhány szót minden magyar szurkolónak fáj a szívei kicsit. Az angol talán jobban, az angol vereséget jobban el tudjuk fogadni, az albánt az kevésbé. Hát nézze, van ilyen, van ilyen mert mert hát az Európa bajnokságon meg, meg, olyan váratlanul jó eredményeket értünk el, amire talán senki sem számított volna. Szerintem nagyon fontos, hogy ezek az érzelmi kilengések, hogy egyszer már a világbajnokságon vizionáljuk a csapatot utána, meg fú, mi vagyunk a legrosszabbak. Szóval ezek valahol azért úgy egyenlítődjenek ki, és kerüljenek valahol a, a realitás talajára. A tény az, hogy e, e, ugye 2016-ban 40 év után, illetve 30 év után értünk oda egy nagy nemzetközi eseményre a válogatott szintjén, hiszen 1986-os mexikói világbajnokság volt az utolsó olyan nagy nemzetközi torna, amelyen megméretett a magyar labdarúgó válogatott. Most azért 2016-ban idén is ott voltunk az Európa-bajnokságon, mellé jönnek a klubcsapatoknak a nemzetközi jelenléte. Ez azt gondolom, hogy azért világosan mutatja, hogy a magyar futban már egy magasabb polcon van, de még vannak polcok magasabban, és ma már azért bizonyos csapatokat nagy magabiztossággal tudunk megverni. És persze nem volt jó nézni mindazt, ami tegnap este történt, de hát ezek a kisaklások meg benne vannak a labdarúgásban. Szerintem mindenki, aki, aki valamilyen szinten próbálja reálisan létni, látni, nézni a tényeket, az ezt elismeri. Miniszter úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm is a lehetőséget. Eddig tartott ma a 35 perc. Ezzel a műsorral jövő hétfőn a szokott időben várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!